A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit október 3-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszámolót láthatnak a civil nap történéseiről, majd ellátogatunk a Vörösmarty Színház évadnyitójára, ezt követően két kötet bemutatóról és egy bélyeg kiállításról számolunk be önöknek. Tartsanak velünk! Nagy érdeklődés kísérte a civil nap és demográfiai csúcs családi napot a Zichy-ligetben. A találkozón 71 civil szervezet és közösség mutatkozott be. Civil napot és demográfiai csúcs családi napot rendeztek a Zichy-ligetben, ahol civil szervezetek mutatkoztak be az immár 15. alkalommal megrendezett találkozón. Cserpakovics András polgármester köszöntőjében megerősítette, Székesfehérvár számára kiemelten fontos, hogy a civil társadalom, a közösségek, a családok megmutathassák összetartozásukat, jövőképüket. Van itt egészségügyel, környezetvédelemmel, fiatalokkal, állatokkal foglalkozó civil szervezet egyaránt, kulturális közösségek, sporthoz kötődő közösségek, sőt most a koronázó Bazilika Baráti Társaság is itt van VR szemüvegen bemutatva, hogy milyen is lehetett annak idején a koronázó templom, tehát a történelem is megjelent itt a civilek között. Büszke lehet a civil közösségeire a város, igazán városokat szerető, egy-egy területen sokat dolgozó kis alkotó közösségek, és jó, hogy van egy ilyen seregszemle minden esztendőben, egy ilyen gyönyörű helyszínen, ahol megmutathatják magukat. Ráadásul ez most egybe van azzal a demográfiai csúccsal, amit köztársasági elnök asszony hívott életre és tartott meg az idei esztendőben is. Én örülök annak, hogy úgy döntött a Sándor Palota, hogy ez nem koncentrálódik kizárólag Budapestre, hanem néhány városban is megjelenik civil programokkal, így az egész nap gyakorlatilag kulturális programokkal, este pedig koncertekkel fog telni. Úgyhogy igazán program dömping van a belvárosban, de szerintem mindegyiknek ugyanaz a lényege, hogy egy kis mosolyt csaljunk az emberek arcára így ezen a gyönyörű hétvégén. A programsorozat szervesen illeszkedett a budapesti demográfiai csúcs székesfehérvári családi napjához. Novák Katalin köztársasági elnök kérésére vállalta a város, hogy az egyik helyszínét adja a rendezvénynek. Nagyon nagy megelégedésre adott már az, hogy alapvetően megint csúcsot döntöttünk, és 71 szervezet jelentkezett a civil napra, hogy megmutassa magát és találkozzon a székesfehérváriakkal, kicsit beszélgessen velük, és akár toborozzon önkénteseket maguk számára. És hát az is nagy megerősítés, hogy olyan programokkal is olyan kis aktivitásokkal érkeznek, ami egész napra a szórakozást nyújt mindenkinek, aki ma eljön az Zichy-ligetbe. Nagyon nagy öröm az, hogy ez 14 évvel ezelőtt ez a civil nap elindult, akkor 15-16 szervezettel egy ilyen kis civil palettát szeretünk volna bemutatni, most pedig több mint 70 szervezet az, aki itt van az Zichy-ligetben, és az én nem titkolt vágyam az, hogy elérjük azt a 100-as számot, ami már majdnem le fogja teljesen fedni azt a civil palettát, ami Székesfehérváron működik. A rendezvényen megszokott módon valamennyi civil szervezet a Töpörtyüktől a Nagyocskákon át a felnőtt és szépkorúak is a látogatók elé tárták csapatuk tevékenységét, emellett mivel a civil nap tematikája a családok köré épült, minden csatlakozó szervezet megmutathatta, hogy mit tudnak nyújtani a fehérvári családok számára, emellett tagokat, önkénteseket, támogatókat toboroztak. Ez a mai nap egy kisebb ünnep számunkra, tehát egyrészt van a demográfiai csúcs, hozzászervezve ez a civil nap, nekünk, mint Ficsaknak, Fiatal Családosok Klubjának, egy országos hálózatnak a helyi alapítványával próbálunk azért tenni, hogy a családosokat segítsük, hogy azt az örömet osszuk meg, amit a család jelent a számukra. A civil nap keretében Roth Péter alpolgármester és Németh László, a Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület vezetői átadták a szervezet idei elismeréseit, a fehérvári fogyasztókért szakmai díjakat. Rövidesen megkezdődik az új színházi évad, Szikora János és a teátrum rendezői sajtótájékoztatón ismertette a Vörösmarty Színház következő időszakának előadásait.
A Vörösmarty Színház következő évada olyan új és az elmúlt évben is színre kerülő előadásokat hoz a székesfehérvári közönségnek, amelyeket Szikora János a teátrum igazgatója a sajtótájékoztatón úgy harangozott be, mint az elmúlt évtized legvidámabb évadát. Emellett természetesen Bagó Bertalan, Horváth Csaba, Cukor Balázs és Szikora János rendezésében a könnyed darabok mellett kortárs és klasszikus drámák, musicalek is feltűnnek, illetve műsoron maradnak a társulat népszerű előadásai is. Gondolkoztam azon, hogy milyen frappánsan tudnám összefoglalni a lényegét a előttünk álló évadnak, és aztán arra gondoltam, hogy őszintén teljes szívvel azt tudom mondani, ez lesz a legvidámabb évadunk. Még akkor is, hogyha most nem olyan vidám a kedvünk, de én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ahogy mondani szokása, remény hal meg utoljára, az ember sok mindent elveszíthet, de ha könyörgöm, ha lehet, a humorát azt ne veszítse el. A humorra nagyon kell vigyáznunk. Éppen ezért a mi évadunkban is, amelyet a kortárs művek, a klasszikus művek egyaránt jellemeznek, mindig volt benne valami szórakoztató, mindig volt benne népszerű mű, most ezeknek az aránya megnövekedett, az évadunk túlnyomó többségében vidámabb, népszerű, szórakoztató művet tartalmaz. Mi ezeket ugyanolyan fontosnak tartjuk természetesen, mint a kortárs irodalom, vagy a klasszikus művek tolmácsolását, mert a humorra nagyon nagy szükségünk van. A sajtótájékoztatón Lerner Zsolt alpolgármester örömének adott hangot, hogy az elmúlt időszak nehézségeit követően visszatér, és újra egy teljes évadra készülhet a színház és a közönség is. Évek óta ugye a Covid energia beszerzés, illetve az energia probléma gyakorlatilag az évad terveket keresztbe húzta. Idén teljes évada lesz a színháznak, és változás van olyan értelemben a színház műsor politikájában, műsor struktúrájában, hogy lesz egy vidám évadat, hogy igazgató úr fogalmazott, a legvidámabb évada lesz eddig majd a székesfehérvári Vörösmarty Színháznak. Több vígjáték, ugyanakkor a kortárs és magyar darabok is jelen lesznek. A Pelikán teremben, illetve a Kozák András stúdióban pedig a Művész Színháznak a továbbvitele fog majd zajlani. De nyilván modern, illetve klasszikus formák is fognak majd, klasszikus darabokat is bemutatnak, valamelyest modernizált formában. A Vörösmartynak a Csongor és Tündéjére és az ókori görög drámára, az Ifigénia Aulisban című darabra gondolok. Ami egy újdonság lesz majd, és majd ezt később lesz majd egy bérlet meghirdetve, hogy a Város 4 legnagyobb, illetve legfontosabb euródó művészeti ágai egy közös bérletet Ars Regia néven hoznak létre. Természetesen a Vörösmarty Színház, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, a Székesfehérvári Balett Színház és az Alba Regia Néptánc Együttes. Erre viszont majd közeljövőben kerül sor a bérlet meghirdetésére. És ezt nagyon kíváncsian várom én is, mint fehérvári polgár, természetesen a Vörösmarty Színháznak a bérletére, illetve a Székesfehérvári Balett Színház bérletére már megvettem én is a saját bérletemet, úgyhogy nagyon kíváncsian, nagyon várom az előadásokat. A nézők az idei évadban vendégelőadásokat is megtekinthetnek, valamint új, országosan is egyedülálló bérletkonstrukcióval készülnek a nézőknek, ahol a szimfonikus zenekar, a Balett Színház és az Alba Regia Néptánc Együttes dalai is szerepelnek, valamint megjelenik egy koprodukciós előadásforma is. Határtalan fény címmel jelent meg Drotlev Zoltán új kötete. A verseket a Tolnai utcai könyvtárban ismerhették meg a költészet barátai. A Tolnai utcai könyvtárban mutatták be a Székesfehérváron élő Drotlev Zoltán, Váci Mihály díjas, Krúdi érmes és Kláris Nívó díjas Határtalan fényben című új kötetét. Az új versek a pandémia idején 2020-ban és 2021-ben születtek, és bizonnyal az erdélyi marosvásárhelyi életút indítatása és motivációt jelentettek megírásukkor. A mostani kötet az tulajdonképpen az alapértékeket mutatja be, tehát a szeretetet, hazaszeretetet, hitet, az összetartozást, a magyarságnak a
tulajdonképpen az összetartozását, tehát hogy ne legyen széthúzás, mert sajnos egy magyar átok már az ősidőktől fogva, hogy tulajdonképpen sosincs összetartás a magyarságban. Én nem tudom, ez miből honnan fakad, de hát ezzel nem próbálok én tollal küzdeni. Zoltán versei emberséget próbára tevő gondolatai fontos megerősítést hordoznak, segítséget nyújtanak, ami a felgyorsult világban is fontos adalékul szolgál az olvasóknak. Remélem, hogy sokat segítettem. Ezt abból tudom a visszajelzésekből. Tehát rengeteg pozitív visszajelzést szoktam kapni, és hát a legnagyobb öröm számomra az, amikor valaki átjött a tömegen, és nem tudta, hogy mit akar csinálni, és odajött és megölelt. Úgyhogy ez nekem elég volt ahhoz, hogy egy embernek ilyen örömet szerezhettem, és én elgondolom, hogy tulajdonképpen aki hallgat, remélem, hogy mivel az én verseim szívből jönnek, hogy megtalálja az a hallgatóság szívét is. A könyvemutatón Zoltán és társa Marika meghívására természetesen ott voltak a barátok, illetve azok a művésztársak is, akik amellett, hogy tisztelői a költőnek, egy-egy rövid gondolatsor jegyében tolmácsolták érzéseiket a megjelent kötet kapcsán. Tulajdonképpen pont a felgyorsult világ miatt azért van jelentős, vagy emiatt van jelentősége a csendnek, amit ugye a Zoltán költészetében is megtalálunk, hogy egy belső csendet, egy belső békét teremtsen, és ezáltal tud üzenni, akár közéleti témában, ha a verseit megnézzük, akár a személyes témáiban a békesség, a hit erejét ugye hangsúlyozza a verseiben, de tulajdonképpen a szeretet ugyanúgy megszólal a szeretet hangján, a szerelem hangján, az otthon és a természet szépségét is hangsúlyozza, és ez csak úgy lehet ebben a rohanó világban, ha picikét lepihenünk, úgy értem, hogy befelé figyelünk, hallgatjuk a belső gondolatainkat, és ezt továbbadjuk, akkor segítünk ezeknek a rohanó pillanatoknak a megállításában. Szepesi Zsuzsannát régi barátság fűzi Drotlev Zoltánhoz, és versei ismeretében vallja, hogy az általa versé formált gondolatok mindenki számára jó példát jelentenek. Drotlev Zoltán nagyon-nagyon régóta szívbéli jó barátom, ismerem a költészetét, nagyon sok versét szavaltam már, és azt kell, hogy mondjam, hogy Zoli olyan költő, amilyen a klasszikus költő. Versei szabályos prozodiájúak, gyönyörű a kivitelezésük, és a mondani valójuk is igen súlyos. Aki az ő verseit olvassa, útmutatást is kap. Útmutatást a mindennapi életben, a család, a szeretet, és egyáltalán a közélet buktatóin segíti át. Az, amit Zoli kiír magából, és átolvassuk, megértjük, a szívünkhez szól, azt kell, hogy mondjam. Nem csak értjük, hanem érezzük a Zoltán verseit. A Határtalan fényben cím tovább gondolva megerősíti a szerző határtalanul mély gondolatai, egyben mentővet is jelentenek a jelenben és a jövőben is. Ünnepélyes megnyitóval kezdődött a székesfehérvári városi bélyeggyűjtőkör kiállítása. A Vokke Vörös Marti Mihály Művelődési Házban előadások, kiállítások és bőrze várt a látogatókat. Négy napra a székesfehérvári városi bélyeggyűjtőkör vette birtokba a Vokke Vörös Marti Mihály Művelődési Házat. Múlt és jelen a bélyeggyűjtés örök címmel megnyílt az a tárlat, amelyben a bélyeggyűjtőkör tagjainak bemutatója mellett négy legenda gyűjteményét is megismerhetik a látogatók, illetve a Petőfi Bicentenárium alkalmából a költőre emlékező bélyegek is kiállításra kerülnek. Szeretnénk minden esztendőben az intézményi, iskolai, közművelődési intézményekben tartott bemutatóink mellett az éves nagy kiállításunkat megszervezni. Ebben az esztendőben egyrészt kapcsolódunk Petőfi emlékévhez, másrészt szerettünk volna már a címében is múlt és jövő a bélyeggyűjtésben szerettünk volna a korábbi
nagy tapasztalatú, nagy gyakorlatú, sok kiállítást megért gyűjtőinkre visszaemlékezni. Különlegesége ez a magyar bélyeggyűjtésnek, hiszen posztumusz kiállítási anyagokat nagy kiállításokon nem szoktak bemutatni, tehát ezzel is különösen szeretnénk az emléküket megőrizni, az ő kiállítói munkájukat, illetve mindazzal a programmal, ami itt a megnyitón látható, hiszen a Hold Antikvárium segítségével székesfehérvári 1900-as évekbe levő fehérvári képeslapokat mutatunk be. Móroc István Némártika és Móroc István könyvkötők újra eljöttek közénk, és egy Petőfi emléklapot készítettek, és ennek a pecsételését, bélyegzését mutatják be nekünk, illetve szombaton délelőtt Bőrzére várjuk minden érdeklődőt, akinek bemutató anyaga van, vagy csak kérdése, érdeklődni szeretne a bélyeggyűjtéssel, a saját bélyeganyagaival kapcsolatosan. A megnyitót követően Lukács László előadásában a néprajzkutató Petőfi Sándor székesfehérvári időszakát tárta a közönség elé. Nagy történelmi személyiségeink, vagy művészeink, íróink, költőink megjelennek, amióta van postabélyeg, a postabélyegen is a portréjuk. Az első ezeknek a sorában Szent István király, akiről nagyon sok bélyeg megjelent, de a többiről is, Széchenyi Istvántól Deák Ferenci, és a művészek közül pedig éppen Petőfi, Arany János vagy Bartók Béla szintén megjelent bélyegeket, és most a születésének a 200. évfordulóján fehérvári bélyeggyűjtőkör ebből az alkalomból rendez kiállítás, hogy Petőfi a bélyegeken. Arra kértek fel, hogy a történeti vagy irodalmi vagy a helytörténeti hátterét ennek az egész kérdésnek én itt világítsam meg egy rövid előadásban, hogy mit keresett Petőfi itt Fehérváron, és hát fogok beszélni arról, hogy a Szabó József színtársulatánál itt volt 3 hónapig. Nem is mondanám azt, hogy vándorszínész, mert azért ide Fehérvárra olyan komoly társulatok jöttek, hogy nem vándoroltak, hanem egy több hónapon keresztül, amíg, hogy úgy mondjam, mi elő nem adtak az egész repertoárjukat, addig nem mozogtak. És a Petőfi is itt volt velük, és ugye fellépett először a párizsi naplópóban, másrészt pedig mindegy szolga jelentkezett, és aztán utána még szerepel több darabban, és Borostyán áll néven, és azt lehet mondani, hogy nagyon szerették, mert a legfiatalabb volt a színészek közül, a színésztársai nagyon szerették őt. A találkozón a bélyeggyűjtés barátai lehetőséget kapnak, hogy kiteljesedjenek gyűjtőszenvedélyükben, illetve megismerjék azokat a társaikat, akik hasonló módon gondolkodnak erről, és ezt megerősíti az Országos Szövetség támogatása is. Nagyon fontos, hogy a hagyományt tovább építsük és fenntartsuk. A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének ez egy fő feladata, a fiatalokat és az idősebb köröket is patronálni. Anyagi támogatást is lehet igényelni. Megjelenünk, segítünk bármilyen kiadvánnyal, újságokkal. Én most el is hoztam egy félig meddig aktuális régi újságot, nem tudom, hogy megmutatják-e a körnek ajándékba, mert már ez az újság nem létezik, ez egy rövid ideig volt a posta által kiadva. Próbáljuk a posta támogatását is elnyerni minden kiállítás bemutatóra. Ennek egyik példája, hogy most itt egy postai alkalmazott, egy alkalmi bélyegzővel itt van, és különböző filatéliai emlékeket tudunk magunk számára és az utókor számára készíteni. Hol tart ma a magyar bélyeggyűjtés? Hát elég késő számú a tagságunk, 1200 fő. Ez is mondhatjuk, hogy kicsi vagy sok, relatív, de ennél sokkal, de sokkal több bélyeggyűjtő van, és próbáljuk elérni, megtalálni minden egyes gyűjtőt, hogy valamilyen formában csatlakozzon a szervezethez, hogy tudjunk a kiállításaikról, bemutatásaikról. Segítjük, hogyha a fiatalokkal próbálnak
megszeretetni ezt a nagyon szép hobbit. Egy picit kihalóban van, de idén kapott a Magyarországos Bérgyűjtő Szövetség a minisztériumtól lehetőséget, hogy iskolákba is lehet menni propagálni, keresni a fiatal gyűjtőket. A négy napos találkozó egyik csúcspontja, hogy a Petőfi Bicentenárium alkalmából a költőre emlékező bélyegek kiállítása mellett Móroc István és Móroc Istvánné könyvkötőmesterek bemutatják a Petőfi emléklap pecsétjét. Felkérést kaptunk a jó múltkor, ugye ebben az évben ünnepeltük, és tavalyi évben, 2022-ben az Aranybullát is, és akkor is ilyen bélyegzéssel a Vaszi Zoltán, az Egyesületnek az elnöke hívott bennünket meg. Petőfinél is megpróbáljuk a pecsétviasszal és az aranyozó gépünkkel pecsételni a lapjainkat, amiket kinyomtattunk, és hát mindenféleképpen az a cél, hogy magát a könyvkötészetet és a mi mesterségünket megpróbáljuk egy picikét azért elérébb hozni, és úgymond reklámozni, ez egy ilyen elég rossz szó, de nagyon-nagyon régen ennek a mesterségnek az oktatását befejezték, és hát most újra elindult a képzés, és hála jó Istennek, most már fiatalok is vannak, és mert kezd most már kiöregedni a társadalom, már nem is a társadalom, rosszul mondtam, a szakma, és nagyon kevés fiatal van. A Könyvkötők Országos Ipartestületének vagyok az elnöke, és bizony nagyon-nagyon kevesen vagyunk az országban, tehát muszáj, hogy egy picit reklámozzuk ezt a mesterséget, és ahol tehetjük, mindenhol megjelenünk, és amikor felkérnek bennünket iskolákba, egyéb intézményekbe ilyen bemutatókra megyünk. Ez az ősi míves mesterség nagyon-nagyon fontos számunkra. Talán mondhatjuk azt is játékosan, hogy bearanyozzák a mindennapokat és ünneppé teszik. Nagyon-nagyon fontos. Ugye itt már beszéltünk arról, hogy mi minden készül, de mi kell ahhoz, hogy figyelemmel kísérjék, nyomon kövessék azokat az ünnepeket, amelyek fontosak számunkra? Tulajdonképpen azon kívül, hogy tényleg napra készen kell lenni mindennel, mi mindig odafigyelünk ezekre az emlékévekre, amikor felkérnek minket, akkor bemutatókat tartunk, mint ahogy a nejem mondta már, és előtte jócskán felkészülünk, hát talán mutatja ez a Petőfi bélyeg kiállításnak a részletes bemutatása, amit mi tudunk egyáltalán ebből elkészíteni, és hát ezzel szeretnénk egy kicsit népszerűsíteni nem magunkat, hanem a szakmát, és hát sajnos tényleg úgy van, ahogy a nejem mondta, hogy nagyon kevesen vagyunk, de a Országos Ipartestületen belül is nagyon sokszor volt már példa rá, hogy iskolákban bemutatókat tartottunk, és bárhol, ahol felkérnek minket, szívesen megyünk, a városba is voltunk már ilyen korhű ruhába beöltözve, régi nyomdai technikával, könyvkötészetet és nyomdát bemutattuk, nagyon nagy sikere volt. És hogyha bárhol, bármikor hívnak, mi szívesen megyünk, ha időnk és egészségünk engedi. A bélyeggyűjtők szombaton is találkoznak, 9-től 12 óráig a művelődési házban rendezik meg a hobbi bőrzét, ahol a bélyegek mellett gazdát cserélhetnek képeslapok, régi pénzek, jelvények, kitüntetések, kártyanaptárok, telefonkártyák és focis kártyák is. Újabb sikert könyvelhetett el a Szabad Színház a 10. komlói amatőr színjátszó találkozón. Az Átok címmel bemutatott drámában nyújtott alakításáért Szabó Miklós Bence vehette át a színészi különdíjat. Az elmúlt évi nagy siker után, amikor is a Székesfehérvári Szabad Színház Mesteremberek című előadása nyerte el a 8. komlói amatőr színházi találkozó a KASZT fődíját, az október 6-a és 8-a között megrendezett idei találkozón sem maradt elismerés nélkül. Ha ez a fotó sem előni gazdag sziklág, mi? Én szeretem a fényképeket. Ha egyszer sok pénzem lesz, egy egész szűrteményt fogok belőlük csinálgatni. Aminek nézegesen olvat az ember, ami élőben is láthat bármikor. Hm? Úgy van, mert mondjuk mi van akkor, ha ma holnap itt hagyom az ópolit, és többé nem látom viszont.
Na akkor hogyan fogok rá emlékezni? Hát, majd visszagondol rá, aztán eszébe jut róla, ez meg az. Ja. Szóval mindenféle. Na jó, tudja, mit elmondok magának egy történetet. A múlt héten itt járt a kikötőben egy pali kisiparos volt az, Jósváról jött ide, mert ott kibabrált vele az ipartestület. A Borbély László Átok című Nagy Judit rendezésében színre került drámájának egyik főszerepében nyújtott alakításáért Szabó Miklós Bence érdemelte ki a színészi különdíjat a rangos szakmai zsűri döntése alapján. Nagyon örültem neki, főleg, hogy többen elmondták az idei évben, hogy a 9. fesztivál volt az idei, az egyik olyan fesztivál, ahol a legtöbb társulat mutatkozatott meg. Nagyon erős mezőny is volt. Így mentünk neki. Túl sok időnk nem volt beállni a darab elején, úgyhogy egy kicsi hátránnyal indultunk, mert egy nagyon feszített munkatempóban kellett elindulni. És akkor ennek ellenére sikerült végül is ezt a külön díjat elhozni. Aminek nagyon örültem, mert hogy egy olyan szerepről van szó, hogy ezt a darabot májusban mutattuk be, ahol nagyon sok mindent én meg tudok mutatni, többféle játék stílus ötvöződik benne, a burlesque-től a vásári játékon át a szuperreális játékig, tehát hogy nagyon sok minden megmutatható színészi játékban ebben a darabban, úgyhogy kifejezetten jól esett, hogy végül ezt a színészi külön díjat nekem ítélte meg a zsűri. Kiderült, hogy ő is magyar. Szerencsém volt. Yeah. Sorry. Hi. I'll take a seat, please. Yeah. Szerencse. Szerencse az nagyon fontos, mert hiába van hard work, hogyha nincsen neked szerencse. Yeah. Nem bánja, hogyha felveszem az interjút. Abszolút, igen. Yeah. No, szóval az imént említette, hogy tartozik a magyaroknak. Ez yeah. Komolyan gondolta, vagy csak udvariasság? Oh, no. Én is vagyok racint, magyar. Dédnagyapám volt magyar, született ő Magyarország, talán Budapest, és innen ment ki ő, New York. Uh-huh. Ő volt nagy cirkusz művész, erőművész. A darabban egy 4 generációs ízig-vérig magyar történetet ismerhetünk meg, amelynek szálai Budapesten indulnak, majd Fiume és New York érintésével végül visszatérnek. A dráma olyan családi, társadalmi traumákról mesél, amelyek nem csak az elszenvedőket, hanem a leszármazottakat is érintik. Szabó Miklós Bencét, Molnár András birkózó erőművész, illetve Joe Molnár pankrátor, Molnár András dédunokája szerepében láthatjuk. A darab az a század előn indul, amikor a magyarok kivándoroltak Amerikába. Az Ókantriból, egy fiumei kikötőből indul az Ultonia nevű hajó, és akkor itt ismerünk meg különböző sorsokat. Ki, a parasztasszonyok, a borárus, hogy miért vándorol ki az új világba, és itt folyunk bele Molnár Andrásnak a történetébe is, aki egy ligetben dolgozó mutatványos gyakorlatilag, és akkor az ő életét követi végig utána az előadás, különböző emlékképeken keresztül, 10 emlékképben mutatjuk be ezeket az emlékeket, majd utána a darab közepétől már a dédunokának az életét mutatja meg a szerző, ugye Borbély László, hogy az ő sorsa, hogy alakult a déd apjának a sorsának a vonatkozásában, ugye ez az örökölt sors, amit a darab gyakorlatilag végig firtat, hogy mi az, amit az ősöktől, a felmenőinktől öröklünk, és utána ebből hogy lehet adott esetben más irányba elindulni, vagy ez a sors, ami már elő van írva, az úgyis marad a jövőben is. A Szabad Színház természetesen az idei évadban is műsorra tűzi a darabot, az Átok című előadás legközelebb október 6-án látható a székesfehérvári igézőben. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.